Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jela Jászmink rész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Luca napi babonákról beszélgettünk. Adventi találkozó a Magyar Kórusok napján. Évzáró gálát tartott a Bartina Néptánc Együttes. Luca napján tilos varni, szűni, tüzet rakni, de megtudhatjuk a következő év időjárását, vagy hogy mikor és kihez megyünk férjhez. Rengeteg varázslás, rontás, kivédés, népszokás kapcsolódik december 13-ához. A következő percekben ezeket és a névadó történelmi hátterét ismerhetik meg. Az év egyik legbabonásabb napja a december 13-a, vagyis Luca nap. Ilyenkor mindenkinek érdemes egy kicsit beleásni magát a hiedelem világába. Fuchs Márta, a Wosinski Mór megyei múzeum igazgatóhelyettese a névadó Szent Lúcia történetét mesélte el stábunknak. Egy vértanú szentnek tartjuk Szent Lúciát, aki a harmadik, negyedik században élhetett, tehát ezek a feltételezések a legenda történetek szerint. Ebben az időszakban, még a keresztény üldözések időszakában vagyunk, tehát az antik korban, a római korban, a keresztény vallásnak a tiltásánál vagyunk, és Szent Lúcia, aki felvette a kereszténységet, ezzel együtt egy szüzességi fogadalmat is tett, éppen azért, hogy édesanyja gyógyulását ezzel elő tudja segíteni. Együtt látogatták még Szent Ágot a sírját. Ezt követően a fiú, akivel ő eljegyzésben volt, tehát házasságra lépett volna, ezt a döntését nem fogadta el. A pogány vagy a keresztény üldözéseknél őt ugye beperelték, több kínzás után mondhatjuk azt, hogy vértanú halált halt. Tehát magának a keresztény egyházból adódó története innen indul el, és mivel a monda szerint a szeme szépsége idézte meg az ő vőlegényét, Szent Lúcia saját szemét válta ki, és ugye azt küldte el a vőlegény jelöltjének. A vértanú halálával, vagy vértanúságával tulajdonképpen nem meglepő, hogy innentől kezdve a fiatal lányoknak a védőszentje, az esküvő előtt álló lányoknak, a mennyasszonyok védőszentje, mivel megtartotta a szüzességi fogadalmát, tehát Krisztus mennyasszonyaként lehet őt apostrofálni, ezért magának a házassági eskünek, a házasság szentségének is egy nagyon komoly védőszentjévé vált az elmúlt évszázadokban. Valójában, mivel Luca és Szent Lúcia nagyon szorosan összefügg, ez egy nagyon ambivalens kettősséget ad az ő alakjának. A néphagyományban ismerünk olyan Lucát, aki segítő és óvó védő, illetve maga gonosz, a gonoszt megtestesítő, illetve a boszorkányokat előhívó jelentősége is van ennek a napnak. Tehát ezen a napon ezzel a kettősséggel kell számolni. Éppen ezért ehhez a naphoz rengeteg varázslás és népszokás tartozik. Ilyenek lehetnek időjárásvarázslás, termékenységvarázslás, férjóslás, szerelmi varázslás, halálhoz kötődő varázslások, illetve nagyon sok az egész jövő évet meghatározó időjárás jóslás is kötődik hozzá. Ezek közül, tehát talán most a legismertebbeket említeném. Az időjárás jóslásnál nagyon sok, és amit szerencsére ma az iskolákban is szoktak, ezt a Luca búzának az elvetését. Tulajdonképpen a Luca búza, Luca napján vetik el a szemes búzát, és karácsony napjára, amilyen, ahogy kinő ez a búza, tehát amilyen vastag, gazdag, szép és zöld lesz, abból próbálják megjósolni a jövő évnek a termény bőségét, az állatok egészségét, illetve a családnak a gazdagságát. Ugyancsak ehhez kötődik, mint időjárás jóslás, a hagymahéj jóslás. Ennek pedig az volt a jelentőség, hogy 12 hagymahéjat megsóztak, és ennek a nedvesség tartalmából ugyancsak december 13 és december 25 között a 12 nap jelképezi a jövő évnek a 12 hónapját, ezáltal próbálták megnézni, hogy milyen csapadék várható a következő évben.
Az a nagyon-nagyon gazdag szerelmi és férj jóslási nap volt Luca napja. Lehetett, nagyon gyakori volt a lányoknál, hogy ezen a napon olmot öntöttek, tehát a forró olmot beleöntve egy pohár hideg vízbe próbálták a férjnek a foglalkozását az ólom alakjából megtudni. Nagyon gyakori volt a Luca pogácsa sütése, 12 nevet rejtettek el ezekben a pogácsákban, és december 25-ig, tehát karácsonyig kellett ezeket a pogácsákat megenni, és az utolsó napra, aki maradt, az lett a férjének a neve. Ugyanehhez kapcsolódott a gombócfőzés, csak amelyik gombóc legelőször feljön a víz felszínére, legutoljára jön föl, az annak a gombócban lévő férfi név, tehát keresztnév lesz a férjének a neve. Tehát rengeteg férjóslás, illetve a férjóslások mellett nagyon sok haláljóslás is kapcsolódott, például ugyancsak a Luca pogácsánál volt szokásban, hogy minden családtag választott egy pogácsát, a beletűzött tollakból a sütésnél nézték meg, hogy melyik toll ég meg, vagy ég el, annak a családtagnak a sorsára próbáltak utalni haláljelekkel, illetve betegségjelekkel. Szintén a rontás és az óvás, akadályozása volt a Luca napon annak a szokásnak a része, hogy ezen a napon fokhagymával kenték be az állatokat, az állatok fejét, akár az istállót, akár hamut szórtak az istálló elé, a küszöbök elé, hogy lássák azt, hogy a boszorkány, macska képében érkező boszorkány ne tudjon átjutni ezeken a megszentelt, vagy tehát ugye mágikus cselekedetekkel megszentelt helyeken, ezen a hamun vagy a fokhagymán ne tudjon átjutni. Tehát valójában Luca lehetett egy ártó, rontó, bajtozó személy is. Éppen ezért volt erre a napra munkatilalom, legalábbis az asszonyoknak. Ezen a napon tiltották a sütést, a kenyér sütést, mert úgy tartották, hogy Luca ráül a kenyérre és lapos lesz. Tiltották a varrást, a fonást, a szövést. A varrás esetében az volt a magyarázat, hogy a tyúkoknak a fenekét bevarja és nem tojnak. Tiltották a szövést, fonást, mert tönkretette a szálakat Luca. Viszont voltak olyan cselekedetek, amelyek meg elősegítették a gazdagságot, és szintén Lucához kötöttek. Ilyen volt a tollfosztás, tehát ezen a napon nagyon sokszor a fonóba jártak, és tollfosztást csináltak a lányok. Ilyen lehetett a babfejtés, tehát minden, ami fejtés, nyitás volt, az pedig magának az ellésnek, a tyúktojásnak, a nyitásnak a szimbolikus megkönnyítésére szolgált. Tehát ebben meg egyébként segített Luca. De az asszonyoknak lehetőség szerint a házat sem volt szabad elhagyni, hogy aznap minél többet üljenek, mert akkor majd a tyúkok is többet tojnak. Ezen a napon kölcsönadni sem volt szabad semmit, mert a hiedelem szerint akkor a szomszédnak jobb termése lett. De talán az egyik legfontosabb és legismertebb hagyománya a lucaszék, vagyis a gonosz felfedezése. Itt is a karácsony napjáig, tehát a 12 nap kapott szerepet, karácsony napjáig kellett elkészíteni Luca napjától kezdve a széket, Luca székét. Nagyon fontos volt, hogy Luca székében ne kerüljön vas. A vas ugyanis a népi hagyományban, a nép hiedelemben az mindig gonosz űző szerepet töltött be, tehát ha vasfűre gondolunk, az is egy gonosz hűző védő szerep volt. Na most azért nem volt szabad vasat szöget tenni a Luca székébe, mert akkor nem láthattuk volna meg vele a gonoszokat. Ugyanis Ádám Éva estéjén, tehát a karácsony estéjén az évféli misére kellett elvinni ezt a Luca széket, és aki erre ráállt, az megláthatta a templomban a boszorkányokat, illetve a gonoszokat. Ezt úgy tudta felfedezni, hogy a népi hiedelem szerint a gonoszok agancsot viselnek, bikaszarvat viselnek, tollas, ágasbogas díszfejdíszük van. Azonban, aki nagyon kíváncsi volt, gyorsan haza kellett futnia ezzel a Luca székével, és el kellett ezt a széket tüzelni, sőt, a hazafele úton mákot szórt el, hogy a boszorkányok ne kapják el, illetve ne öljék meg. Erre különböző variációk vannak, hogy szétszaggatják a boszorkányok, vagy megbüntetik, megölik, megveszőzik. Tehát különböző területenként változó hagyománya volt ennek, hogy milyen büntetés jár a nagyon kíváncsiaknak. Ennek a napnak azonban nem csak nálunk, hanem Európa szerte is nagy hagyománya van.
A Gárdonyi Zoltán Református Kórus minden esztendőben adventkor szervezi meg a Magyar Kórusok Napjához kötődő találkozóját, azzal a kettős céllal, hogy egyrészt fenntartsák az éneklés hagyományát, másrészt ezzel a programmal is emeljék az adventi várakozás ünnepélyességét. Ezzel a rendezvénnyel emlékezik meg az énekes társadalom Kodály Zoltán születésnapjáról. ...1999 óta rendezi meg a Gárdonyi Zoltán Református Kórus a Kórusok Napja rendezvényt, melynek ötlete az együttes vezetőjétől, Naszladi Júlitól származik. Hát én énekzene tagozatos általános iskolába jártam, és az engem tanító, nagyra becsült tanító nénik és az énekzene tanárok a lelkünkre kötötték, hogy azt a zenei múltat őrizzük azokkal a hagyományokkal, amiket az őseinktől örököltük, és amikor belőlem ének tanár lett, és megalakult a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes, akkor 1999-ben kitaláltam, hogy legyen Magyar Kórusok Napja. És onnantól kezdve minden évben, két év kihagyás mellett ezt a rendezvényt megszervezi a Gárdonyi Kórus. 1882. december 16-án született Kodály Zoltán. Nem biztos, hogy mindig a napján tudjuk, tehát ez adventi időszak. Nagyon szép adventi, ugye ez a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik, ami november 30-ával, Szent András napjával indul, és elérkezünk december 24-éhez, és ezen a kórus hangversenyen olyan Kodály művek is megszólalnak, ami már a közelgő karácsonyt idézi. A kórus éneklés hagyományának és Kodály Zoltán emlékének őrzése mellett a rendezvény része annak az ünnepség sorozatnak is, mely Szekszárdon ebben az időben zajlik. Erről szólt megnyitó beszédében Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója is. Nagyon köszönöm kedves Juditnak és valamennyi szervezőnek, hogy hosszú évek óta Szekszárdon is megünnepeljük ezt a jeles évfordulót. Advent időszaka van. Várakozás az Úr eljövetelére, amely az elmélkedés, a lelki feltöltődés, az adakozás és a megnyugvás időszaka is egyben. Ezekben a hetekben a karácsonyra történő lelki felkészülés mellett egy kulturális intézményben számos évvégi vagy jótékonysági koncert zajlik, és munkatársaimmal együtt mi is igyekszünk tartalmas programokkal szebbítenni a készülődés időszakát. Köszönettel és hálával tartozunk a város kulturális és művészeti csoportjainak, a kórusoknak, zenekaroknak, tánccsoportoknak és valamennyi civil egyesületnek, hogy a valamennyiünket sújtó nehéz gazdasági helyzet és az energiaválság ellenére közös összefogással ilyen gazdag programkínálatot tudunk kínálni itt a házban és a Kulturális Központ előtti Szent István téren. A kórus találkozó egy folyamat része minden esztendőben, mondja Naszladi Judit, hiszen igyekszem nyitott szemmel járni és figyelni, kik azok, akiket szívesen látnék itthon egy ilyen rendezvényen. Olyat szeretnék mindig, akiket talán nem ismernek a Tolnai megyeszékhelyen. Itt van egy nagyon ismert, nemzetközi szinten ismert, megbecsült karnagy, aki sok évtizeden keresztül a Kodály Intézetnek volt a vezetője, Erdei Péter tanár úrra gondolok, és egy véletlen kapcsán ismerkedtünk össze Baján a Kórus Fesztiválon, és mint kiderült, még soha nem voltak Szekszárdon, és szíves örömest érkeztek. Erdei Péter rendszeresen tanít is, és tapasztalatait megosztotta velünk. Azt mondja, pontosan lemérhető a gyerekeknél a visszavett énekórák számának negatív hatása. Mi a Kodály Intézetben a kurzusokon, éves tanfolyamokon, nemzetközi tanfolyamokon természetesen igyekszünk a hazai legjobb példákat bemutatni, mert hiszen a fiatal tanárjelölteknek, vagy pedig azoknak, akik a kodályi zenei nevelés
elméletét igyekeznek megtanulni, nekik mindig a legjobb példákat igyekszünk mutatni. De ez nem jelenti azt, hogy ők ne tudnának arról, hogy voltak éppen az általános derékhadsz, milyen nehéz helyzetben van Magyarországon. Azóta, amióta az általános iskola bizonyos osztályaiban heti egy énekóra van, gyakorlatilag az ének tantárgynak a jelentőségét, a fontosságát nagy mértékben elvette az oktatási kormányzat, mert hiszen tudjuk azt, és nem csak Kodálytól, hanem nagyon sok tudós ember, komoly gondolkodó, egészen századokig visszamenőleg, tudják azt, hogy az embernevelésnek a művészeti nevelés milyen fontos eszköze. És a művészeti nevelésen belül a zene az egy különleges helyet foglal el, mert az semmi mással nem pótolható, és az az érzelmi világnak olyan szelidítését, olyan emberségessé tételét biztosítja, amire a mai világban nagyon nagy szükség van. Ahhoz, hogy a kórus éneklés hagyománya fennmaradjon, sokat kell tenni. Utána kell menni és dolgozni kell érte. Erről beszélt a Siklósi Tenkeskar vezetője. A kórus mozgalom valóban nagy bajban van, de azért mi nagyon ügyesen megtaláljuk azokat az embereket. Most egy kicsit elkanyarodom, mert a mi siklósi kórusunkban nem csak siklósi emberek énekelnek, hanem jönnek például Komlóról, én például pécsi vagyok, jönnek a keleti mecsek, Magyaregregy felől is, tehát ők hatalmas áldozatot hoznak azért, hogy jöjjenek. Tehát ha ezt nézzük, akkor azért persze, hogy bajban van a kórusmozgalom, de vannak olyan áldozatkész emberek, akik legyőzik ezeket a távolságokat. Mi meg mindenhova elmegyünk, ahova hívnak, és mi is szervezünk külön ilyen találkozókat. Egy kórus azt tart életben, hogyha van mire készülnie, hogyha vannak fellépések, vannak koncertek, amire új darabokat vagy a régieket megújítva készülhetünk. Amikor más kórusok is ott vannak egy ilyen találkozón, az még nagyobb kihívás, mert egy különös izgalom van bennünk, bennem is, hogy az én kórusom, én olyan vagyok, amilyen, a stílusom olyan, amilyen, és a többiek vajon mit hoznak, vajon lesz-e új, vajon darabokat cserélünk egymással, ötleteket merítünk egymásból. Mindig áldozatkészségre van szükség, nem csak most. Szóval én ezt nem érzem olyan nagy különbségnek. Persze, hát szerezni kell az énekeseket, örömmel keresgetjük őket, és invitáljuk hozzánk, hogy jöjjenek. Hát ez volt mindig is a feladat. Tehát úgy nem jönnek oda, hogy most mi ülünk a fenekünkön, és akkor várjuk, hogy megérkezzen valaki. Így nem fog jönni. Oda kell menni, és azt kell mondani, hogy gyere, nálunk jó együtt lenni, mi szeretjük a közösségünket, mi örömmel vagyunk együtt, úgyhogy gyere hozzánk énekelni. Nem kell itt sírni, én ezt nem szeretem. Én egyébként is inkább optimista és pozitív ember vagyok, én nem szeretem a jajgatást. Szóval én szeretem, hogyha megyünk előre, minden akadályon keresztül. Megtartotta a hagyományos adventi gáláját a Bartina Néptánc Egyesület Szekszárdon. A közel 260 fővel működő együttes mind a 8 csoportja fellépett az évzáron. Az elmúlt időszak nem volt könnyű az egyesület számára, így most a művészeti vezetők egyik legfőbb feladata a hagyományok ápolása és megszerettetése mellett, hogy biztosítani tudják a rendszerességet a táncosok életében.
A három pásztorok komikus jelenetével kezdődött a Bartina Néptánc Egyesület idei adventi műsora. Az előadásban mind a 8 csoport fellépett. Minden csoport az új koreográfiájával készült. A nagyobbak, az ifjúsági együttes, felnőtt együttes, akik ugye több koreográfiát is előadnak, őnekik vannak régebbi számaik is, és újak is. De mindenki a szeptemberben elkezdett táncanyagból készített egy új műsort. Van, ahol a csoportvezetők csinálták ezt, és van, ahova vendégoktatókat sikerült hívnunk. Most már azért ebbe az évbe aktívabban tudtunk dolgozni, ugye, mint a vírus helyzet idején, és ilyenkor azért nagyon rövid az idő, mert nálunk is ugye nyári szünet van. Mi ugye nem tanévet számolunk, hanem teljes évet, de hát szeptemberben kezdünk el az új anyaggal foglalkozni, úgyhogy ilyenkor nagyon rövid az idő, mert szeptemberben még vannak szüretik, egyéb föllépések, most is már nagyon sok föllépésünk volt, a nyarat is végig dolgoztuk fesztiválokkal, tehát ez most nagyon húzós volt minden pedagógus és gyermek számára ez a néhány hónap. De úgy gondoljuk, hogy mindenki felkészült maximálisan, és kihozza magából a legjobbat. Ezek az új koreográfiák most ilyen állapotban vannak, ez mindig az adott helyzetet jelenti, tehát ezeken még mind lehet majd dolgozni, és mire a tavaszi versenyekre megyünk, ezek mind még jobbak lesznek. Ez ugye úgy történik, hogy minden csoport készül egyénileg az óráin, és magát a nagy műsornak van egy főpróbája. Ez mindig az előtte való nap délután, amikor zenekarral, hangfénytechnikával tudunk próbálni, és akkor mindenki lepróbálja a koreográfiáját, és ugye mivel mindig van finálé, vagy van ez a keretszerkezet most, erre bent van az összes táncos egyszerre a színpadon, de mivel annyira jó pedagógus kollégáink vannak, ők is már ugye rutinosak, mindenki sok éve van itt, de szerencsére vannak újonnan lett fiatal kollégáink, akik táncosból lett oktató. Tehát itt már mindenki rutinosan úgy dolgozik, hogy ezt tegnap is egy fél óra alatt össze tudtuk tenni ezzel a 257 fővel. Ilyen szerencsére mindig nő a létszám, ugye mindig az előképző csoportokba érkeznek a legfiatalabb 5 éves gyermekek, és hát 257 fő jelenleg a létszámunk, és minden csoportnak azért így jó a létszáma, persze mindig várunk szeretettel új táncosokat is. Eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere arról beszélt, a Bartina együttes megkerülhetetlen a Tolnai megyeszékhelyen, és hálás, hogy már 50 éve öregbítik a város hírnevét. Mert az igazi örökség nem a vitrinekbe orosodó, a rácsodálkozó látogatókat váró élettelen darab. Az igazi örökség él, mozdulatokban, dalomokban, hangsúlyokban van jelen, építi örökösét, teszi emberévé annak életét és minden dolgát a világban. És ami talán még ennél is fontosabb, építi azt a közösséget, ahová tartozik, ahol hasonló üzenetek örökösei találnak egymásra minduntalan. Nagyon-nagyon fontos Szekszárd életében. Nagyon-nagyon örülünk, hogy a 2 éves kihagyások Covid után most ismételten teljes létszámmal tud ez a program megvalósulni. Ez az adventi ráhangolódás a lelki feltöltődésnek egy nagyon-nagyon üde szép színfoltja, mert gyakorlatilag itt 8 csoport, 260 diák fog, vagy táncos fog fellépni, és a másik része dolognak, hogy Szekszárd életében
a Bartina az egy óriási szerepet tölt be. Nagyon-nagyon fontos a hagyományőrzést, mert gyakorlatilag az anyagi javak azok elhalványulnak és megszűnnek, de amik itt tovább vannak véve, énekek, dalok, táncok generációról generációra, ez gyakorlatilag az igazi tőke, és gyakorlatilag itt láthatjuk azt, hogy egész fiatal kortól, kis csoporttól kezdve felnőtté válnak, és utána szülők, nagyszülők, dédszülőkké válva viszik tovább családon belül generációról generációra az itt tanultakat, és a hagyomány ápolásnak és a hagyományok életbe tartásának egy nagyon-nagyon fontos állomása és szerepe. A tótházas pár már több mint 10 éve van jelen a Bartina életében, szeptembertől pedig mint művészeti vezetők irányítják az együttes mindennapjait. Úgy vagyunk vele, hogy amit Matokné Kapási Julianna elkezdett, azt mi folytatjuk. Tehát ami jó, azt tovább kell vinni, de persze vannak új ötleteink, és ezeket majd igyekszünk megvalósítani. Jelen pillanatban igazából próbáljuk a helyzetet megoldani, hogy egyáltalán a rendszeresség a gyerekeknek, ami nagyon fontos, hogy a rendszerességet betartsuk az oktatásban, és vannak természetesen terveink. Terveink között szerepel például az, hogy egy olyan szexárd városhoz kötődő táncjátékkal, előadás sorozattal, mesejátékokkal szeretnénk bemutatkozni, ami a városhoz kötődik. Mindenkit a Covid megviselt. A civil szervezeteket mindenféleképpen, tehát én országos szinten is tudok mondani több helyet, ahol szinte tönkre is tette a civil szervezetet a Covid, és erre még a mostani helyzet is sajnos rájött. De én azt gondolom, hogy a civil társadalomban van annyi erő, hogy meg energia, meg civil kurázsi úgymond, hogy ezeket a dolgokat is túl fogjuk tudni élni. Tóth Zoltán úgy tapasztalja, egyre többen érdeklődnek a hagyományápolás iránt. Az emberek rájöttek arra, hogy a tisztánlátásként, legalábbis én ezt így gondolom, ez a tapasztalatom, hogy az ember tisztába tudjon, tehát egy kicsit előre tudjon tekinteni, először vissza kell tekinteni a jövőre. És a jövőben, vagy a múltban megélt helyzetek és történésekből ki kell tudni szedni azt, ami építőköve lehet a jövőnek. Mi is ezt tesszük. És a hagyomány erre tökéletesen alkalmas. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!